Komárom-Esztergom megyében 2020-ban összesen 152 esetben kellett beavatkozni a tűzoltóknak lakástűz miatt. Ez a szám idén 2021-ben már 145-nél tart. A legtöbb lakástűz emberi mulasztásra, gondatlanságra vezethető vissza. A tűzesetek kiváltó okai olyan veszélyforrások lehetnek, mint a nyílt láng használata, elektromos hiba, fűtési rendellenesség, főzés vagy a dohányzás. Ezek mindegyike megelőzhető lenne egy füstérzékelővel, de mindenekelőtt kellő odafigyeléssel. A fűtőberendezések esetében fontos, hogy berendezéseinket megfelelő időközönként szakemberrel megvizsgáltassuk, a szükséges karbantartásokat elvégeztessük. Lakástüzet ugye okozhat elektromos hiba, dohányzás, konyhában is keletkezhet tűz, de a fűtőberendezések nagy részt a lakástüzek okozói. Így ha szilárd tüzelőanyagot használó fűtőberendezésünk van, akkor éljünk az évi egyszeri ingyenes ellenőrzéssel. Magánszemély lakóháza esetén ez az évenkénti ellenőrzés ingyenesen igényelhető a 1818-as telefonszámon, vagy a www.kéményseprés.katasztrófavédelem.hu webes felületen. Nagyon fontos, hogy szilárd tüzelőanyagot használó fűtőberendezés esetén ez évente, ez az ellenőrzés, ez megtörténjen. Itt nálunk van a felelősség, nekünk kell lesz megigényelni ezt az ellenőrzést. Ilyenkor a kéményseprők az égéstermékelvezetőt, vagyis a kéményünket is ellenőrzik, illetve magát a fűtőberendezést is. Nem megfelelő tüzelőanyagok használata esetén sokkal gyorsabban romlik a tüzelőfűtőberendezésünk állapota, ezért is fontos, hogy az égéstérben olyan anyagok kerüljenek száraz fára, gondolok például itt, ha kandallóról, cserépkályháról van szó, amik lehetőleg minél kevesebb lerakódást képeznek a kéménybe, hiszen ezek a lerakódások később meg is tudnak gyulladni. Nem megfelelő szellőzés esetén pedig az égéstermék vissza tud áramolni a lakótérbe. Ilyenkor szénmonoxid mérgezés, füstmérgezés alakulhat ki. Az időszakos ellenőrzés mellett teljes biztonságot szénmonoxid érzékelő, valamint füstérzékelő beszerzésével érhetünk el. Szénmonoxid érzékelő, füstérzékelő beszerzésénél nagyon fontos, hogy milyen készüléket választunk. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi ezeknek a termékeknek a piacfelügyeletén. Így a katasztrófavédelem.hu weblapon találunk egy pozitív és negatív listát a készülékekről, és így ennek segítségével eldönthetjük, hogy melyik készülékeket érdemes megvásárolni, melyek fogják garantálni a gyártó által megígért műszaki tartalmat, ami adott esetben lehet az, hogy 3-4, akár 10 évig gondozásmentesen működnek otthonunkba. Tehát itt csak annyi a teendő, elemet helyezünk a készülékbe, általában egy készenléti fény jelzi azt, hogy üzemképes készülék. Amennyiben jelez a készülék, akkor azonnal hagyjuk el a lakást, kinyitjuk az ablakot, friss levegő áramoljon be, és elhagyjuk az ingatlant. 112-es központi segélyhívó számon értesítjük a tűzoltókat, ők kijönnek, méréseket végeznek, rekonstruálják az állapotot, tehát ezt úgy kell elképzelni, egész addig kint kell várakoznunk, amíg újra becsukják a nyílászárókat, és megpróbálják azt az állapotot reprodukálni, amely a készülék bejelzésekor fennállt. És így ki tudják zárni annak a lehetőségét, hogy a készülék hibásan jelzett. Az adventi időszakban országszerte megszaporodnak a nyílt láng használatával összefüggő tűzesetek, ezért fontos, hogy ha gyertyát gyújtunk, azt megfelelő óvintézkedések megtétele mellett tegyük. Nagyon fontos, hogy a koszorút olyan helyre helyezzük, ahol tűzálló alátétet tudunk biztosítani a koszorú alá, közelből minden éghető anyagot távolítsunk el, tehát hogyha az ablakba tesszük például a gyertyát, koszorút, akkor a függönyt távolítsuk el a környezetből. Fontos továbbá, hogy folyamatos felügyeletet biztosítsunk a nyílt lángnak, tehát ha elhagyjuk a helységet, elhagyjuk az otthonunkat, akkor minden esetben olcsuk el a gyertyát.
Lakástüzek kiváltó oka lehet továbbá a fényfüzérek nem megfelelő műszaki állapota is. A tavalyi fényfüzért vesszük elő minden esetben, teljes hosszába vizsgáljuk végig, nincsen-e kiégett égő sérülés a vezetéken, ami zárlathoz vezethet. Ha új égősort vásárolunk, akkor ajánlatos a minőséget egy kicsit megfizetni, tehát olyan műszaki tartalommal rendelkező égősort válasszunk, ami kisebb valószínűséggel okozhat meghibásodást. Az ünnepek alatt egyre többet tartózkodunk a konyhában, készülnek a finomabbnál finomabb ételek, a sok teendőben szinte elveszünk, és könnyen figyelmetlenné válhatunk. Nagyon fontos, hogy figyeljünk, felügyeljük a készülő ételt, kigyullad az olaj, odaég az étel, az is könnyen lakástűz okozója lehet. Ezért itt is nagyon fontos a felügyelet, illetve hogyha kigyullad valami a konyhába, akkor megfelelő oltás. Kigyullad az olaj, akkor ugye vízzel nem szabad oltanunk, az csak szétveti az égő olajat, és könnyen lángba boríthatja az egész konyhánkat. Ilyenkor helyezzünk rá az égő olajra egy fedőt, takarjuk le, kapcsoljuk le a gázt alatta, kapcsoljuk le a tüzet alatta, és így megelőzhető a konyhában keletkező lakástűz. A zárt térben történő dohányzás szintén komoly veszélyforrás lehet, az ágyban, kanapén nem ajánlatos rágyújtani, a cigarettából kihulló parázs könnyen tűzesetet eredményezhet. Ha minden elővigyázatosságunk ellenére lángra kap valami a lakásban, azonnal tárcsázzuk a 112-es központi segélyhívó vonalat, és kérjünk segítséget. Amennyiben a tüzet méreténél fogva testi épségünk veszélyeztetése nélkül el tudjuk oltani, kezdjük meg az oltást. Fontos, hogy betartsuk ezeket a szabályokat, elővigyázatosak legyünk, hogy az ünnepeket békességben, biztonságban tölthessük.